Hadd kérdezek valamit, mennyi pénzt lehet ezzel keresni havonta mondjuk? Nagyságrendet hát, mondjál, az az igazság, nem a naftól jöttem, nyugodtan mondhatok. Na figyelj, tök szívesen megmondom, de ez egy olyan kérdés a részedről. Mondd áfa nélkül. De várjál már, nyugodj már meg. A show businessben dolgozó ember vagy. Ez olyan kérdés, amikor nekem azt mondtam egy modellemnek, hogy figyelj ide, Tomikám, kimész Koreába, és egy garancia szerződés 30, mit tudom én, 10 000 dollár, most már nem emlékszem, ennyien 3 hónapra. Igen, igen, én ezt kiszámoltam, nekem ez óradíjra úgy jön neki, hogy nem éri meg. Te mondom, te bolond vagy? Tehát nem óradíjba számolunk a modell meg a sikerdíjat. Tehát ezt nem tudod havi sztorira lebontani, meg pénzre, mert egyszer kapsz 500 000-et, egyszer kapsz 1 000 000-t, tehát hogy teljesen hol jön munka, hol nem jön, hol keresnek, hol egy kis mogyoróval el akarnak intézni. Szia, betennéd az Instádba a kisföldi mogyoros cégünket? Anyádat teszem be, miért tenném be? De hogy így, tudod, tehát hogy azért ebben van egy olyan dolog, hogy ez egy sikerdíj, ez olyan, mint egy, nem tudom, egy lemazaladás, vagy... Magyarul, hogy ez inkább just for fun, vagyis, hogy jó kedvel csinálod, azt, hogyha fizetnek érte, azt szívesen elrakod. Nem égeti a zsebemet. Jó kedvel bőségért, figyelj ide. A nagyanyám azt mondta egyszer, ültünk az asztalnál... Most mondd, mert mindjárt jön a jó kedve helyett a bőség. Ülünk az asztalnál Párizsba, és azt mondja egy barátnője, nem tudom, hogy hívták, Icuka, azt mondja, te Csabikám is, hogy megy ez a modellügynök? Neked az eszedelmet, hogy lehet ilyet kérdezni? Sosem megy elég jól. Tudod? Tehát, hogy ez ugyanilyen. Na jó.